sokakat érdekel, hogy hát mi a fene az a csepegtető öntözés. Hát nekik szeretném megmutatni egy nagyon szép látható példán keresztül. Itt egy rózsaágyás van, nagyon izgalmas, hogy a rózsákat úgy ültetik be, hogy ilyen eltolva. Tehát, hogy ültetek ebbe a sorba kettőt, és akkor utána középre egy harmadikat, kettőt, és utána középre egy harmadikat, és ezzel már elősegítették azt, hogy ezt a csepegtető csövet ezt ide középre lehessen fektetni. Hát itt most végignézek, akkor lehet látni, hogy itt sok tíz, de lehet, hogy akár 100 méter hosszan is ez a csepegtető csöv le van téve. Tulajdonképpen ez így néz ki, ha most itt felemelem, akkor lehet látni, hogy ez egész nyugodtan arrébb lehet rakni. Általában úgy szoktuk csinálni, hogy kiültetjük a növényeket, és akkor utána fektetjük le ezt a csepegtető csövet, ami mehet egyenesen, vagy lehet vele szépen kanyarokat is tenni. Hát természetesen van egy bizonyos határa. Most, hogyha közelebb jönnek, akkor jól lehet látni azt, hogy vannak ilyen kis részek, ahol a csepegtető csőbe bele van téve egy elem, és azon az elemen van rajta egy luk. Az most ott van, pont látni, és egyébként pont csöpög. Hú, milyen szerencsénk van. Ott van egy luk, és ez jó eséllyel általában nem is szokott eltömölni, hiszen belül ugye nyomás van, és folyamatosan jön kifelé a víz. Mutatok még valamit. És természetesen az azért is nagyon jó, mert hogyha arrébb ültetünk növényeket, akkor utána nyugodtan mondjuk arrébb lehet tenni ezt a csepegtetőt, tehát ez bátran mi magunk is használhatjuk. Nagyon fontos, hogy régen a 90-es években voltak ilyenek, hogy ilyen izzadó csövek, meg hogy letették őket a földbe, meg ilyesmi. Ezt senki nem próbálja meg beásni, tehát ezt nem kell beásni a földbe. Ez a talajfelszínen fut. Na már most, hogy a talajfelszínen fut, és valaki azt mondja, hogy ez csúnya, szerintem nem csúnya, hozzátartozik a kerthez, akkor egészen nyugodtan mondjuk fenyőkérege, vagy bármi ilyesmivel le tudja takarni. Itt lehet látni egy toldást, illetve egy elágazást. Itt azt lehet látni, hogy lényegében egyébként itt lehet látni, igen, tehát azt mondja, hogy ez 10-20, hát körülbelül olyan 20 és 30 centi között lehet az, ahogy a lyukak követik egymást, és hát természetesen ez pontosan megvan adva, hogy hány liter vizet tudnak kicsöpögtetni óránként, és akkor ezzel szépen lehet tervezni. Na most itt van egy ilyen elágazás, és látszik, hogy itt egyébként van egy olyan része a csepegtetőcsőnek, ami benn van a fű alatt, természetesen ott abban nincsenek lukak, és ott annál a hársfánál pedig előbukkan újra, megkerüli a hársfát, és őt magát is öntözi. Úgyhogy tulajdonképpen, akinek nincs pénze szórófejes öntözésre, mondjuk a gyepfeletet öntözni, de manuális elindítással vállalja azt, hogy ilyen csöpögtető csövet letesz mondjuk a túljái, vagy az örökzöldek, vagy a nagyobb fák alá, az bizony nagyon sokat segíthet, hiszen így nagyon kevés a párolgási veszteség, és lényegében egy nagyon gazdaságos öntözési módhoz juthat, hogyha csepegtető csövet használ.